A zuhogó eső ellenére is letették a Kerepesi úti felnőtt és gyermekházi orvosi rendelő alapkövét a kőbányai önkormányzat képviselői. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy a zord időjárás ellenére valóban ilyen sokan itt lehetünk, együtt lehetünk. Az esőt nekem se sikerült elállítani, pedig Laci megpróbálta áthárítani rám a feladatot. Azt gondolom, hogy a szomorú idő ellenére is van okunk ezen a ponton örülni. Azt nem mondhatjuk, hogy itt valamikor várállott és most kőhalom, mert ami itt állott, az várnak nehezen lehetett volna nevezni. Az egészségügy erős várának pedig végképp nem, hiszen egy nagyon-nagyon rossz állapotú orvosi rendelője volt itt Kőbányának. Azonban nekünk feltett szándékunk és célunk, hogy minden háziorvosi rendelőt, minden olyan rendelőt, ami az alapellátás feladat ellátását biztosítja, azt az elkövetkezendő években, illetve az elmúlt években folyamatosan felújítsuk, vagy akár már fel is újítottuk, hogy egy részét. A Salgó-Tarjáni úton már egy új orvosi rendelő működik Kőbányán, a Zsivay utcai rendelővel 2014-ben végeztünk, most a Kerepesi úti orvosi rendelőn a sor, és nyilván kérdezhetik az újhegyiek és a Pongrácz útiak, hogy ők mikor következnek, jönnek szépen sorba. Ezen a területen, a Gyakorló utcai lakótelep környékén az elmúlt években hatalmas változás történt. Jó néhányan az jelenlévők közül is emlékeznek arra, amikor az itt élők mindennapjait teljesen ellehetetlenítették a P+R parkolóként parkolónak használt lakótelepi utak, nem lehetett megállni ezen a területen. Azóta ezt rendeztük. A szomszédban a Oboda bölcsöde felújításra került, szigetelés, nyilászárócsere, vizes blokkok megújítása. A telepnek most egy másik nagyon jelentős létesítménye, intézménye az, ami meg fog újulni, az orvosi rendelő. Előbb már számokat hallottunk, én egy számot nézek mindig, vagy egy időpontot, az augusztust, hiszen augusztusra el kell készülni. A helyiek nagyon várják, hogy végezzünk ezzel a munkával, hiszen jelenleg egy másik épületben folyik az orvosi ellátás, az idősebbek számára ez nehézséget jelent, úgyhogy biztatom a kivitelezőt, hogy hajrá, haladjunk előre, szépen halad a munka, ezt láthatjuk, és biztatok mindenkit, hogy majd augusztusban újra találkozzunk, amikor remélem egy másik ünnepélyes pillanattal a megújult, szép orvosi rendelőt tudjuk átadni a kőbányaiaknak. Köszönöm még egyszer, hogy itt vannak. Köszönjük szépen, és akkor én most megpróbálom megmondani a polgármester úrnak, hogy mit csináljon, és az alpolgármestereknek is. Tehát a Kovács Robert polgármester úr, Pap Sándor és Adványi Gábor alpolgármester urak helyezik el majd az urnát a alapkőletételhez. Kérem szépen, hogy először vegyék fel ezt a kis kék is, és van fehér kesztyű is. A fehér kesztyű nem előírás, az csak szép. A Radványi úr teszi bele pendrive-on. A pendrive-on van egy interjú a polgármester úrral, amikor elmondta, hogy mikorra lesz kész ez az építkezés, illetve miért fontos. Sándor, arra kérlek, hogy akkor van itt a kőbányai újság legutóbbi száma, mutassuk meg azért. Ez a legutóbbi szám, van egy látványterv, és van egy műszaki terv is alatta, amit elteszünk az utókornak benne ebbe a kis urnába. És akkor be is helyezhetik. Azért látszik, hogy összeszokott csapatról van szó. Még egy kicsit csak. Szabad meggyújtni. Persze. Amikor belepróbáltuk, akkor még belement az eső, ezt is. Megduzzadt az esőben. Jövő kis urnába el tudják helyezni. Köszönjük szépen, a beton is megvan. Még ne ejtse el, mert nagyon mélyre megy.
Jó, az rendben van. És akkor azokkal a kanalakkal, amelyeket adtunk, azokkal egy kis segítséggel ezt a fedlapot el kellene helyezni. Egy kicsi betont kell alá tenni, hogy a fedlap majd vízszintbe állítható legyen. És akkor magát a fedlapot is rá lehet helyezni. Köszönjük, úgy tűnik, hogy ez is a helyére talált. És az alapkületétel ezzennel befejeződött, tehát most már a szakembereken a feladat, hogy ezt vízszintbe állítsák, bebetonozzák és rendbe rakják. Kőbánya polgármestere azt mondta, hogy a Kerepesi úton állt az egyik legrosszabb állapotú házi orvosi rendelő. Itt gyermekorvosi, illetve felnőtt házi orvosi ellátás folyik, főként a Gyakorló utcai, Gépmadár utcai területeken élők, illetve a Királydombon élők számára. Ezt a rendelőt nem volt értelme már felújítani, a műszaki vizsgálat azt mutatta, hogy jobban járunk, hogyha teljes mértékben elbontjuk, illetve a pincerészt azért megtartottuk, ez egy száraz pince, amit most rendbe fogunk hozni, és Kőbányán az egészségügyi irattározást fogja majd a jövőben szolgálni. Ez a rendelő a tervek szerint augusztus közepére, augusztus végére el fog készülni, és a régi, valóban rossz állapotú épület helyett egy korkövetelmének megfelelő, jó hőszigetelésű, korszerű fűtésű, olcsón üzemeltethető, ám de korszerű, jó terekkel rendelkezőt fogunk építeni. Mivel ez egy háziorvosi rendelő, ezért az alapellátás eszköztárával fog a jövőben is működni. Ugyanúgy meg lesz a gyermekek ellátása, az egészséges rendelésnek a tere, mint a betegrendelésnek a tere, és ugyanúgy minden orvos számára ma már különálló rendelőt fogunk építeni, korszerű, világos, szép színekben, és ami nagyon fontos, hogy nem csak a rendelő fog megújulni, hanem a környezetét is rendezni fogjuk, parkosítani fogjuk. Itt egy kis sétány fog kialakulni a közvetlen környezetében a rendelőnek. Jó. Említette, hogy van még másik két rendelőintézet, amit nem újítottak fel, nem alakítottak át. Tudják-e, tervezik-e ezeknek is a felújítását, átépítését, vagy bármilyen módon való átalakítását? 2010-ben, amikor átvettem a kerületvezetését, szomorúan tapasztaltam, illetve már nyilván korábban is volt azért erről tudomásom, volt rálátásom, hogy a háziorvosi rendelőink nagyon-nagyon rossz állapotúak. Az elmúlt években viszonylag keveset áldoztak a megújításokra, ezért egy gyors programmal hozzáláttunk ahhoz, hogy minden rendelőben a tűzoltó munkát elvégezzük, majd áttértünk a teljes körű rekonstrukcióra. A Salgó-Tarjány úton, illetve a Zsivai utcában már végeztünk, most folyik a Kerepesi úti rendelőnek a megújítása, és következni fog majd a gyakorló, az Újhegyi sétány rendelője. Az a másik nagy rendelőnk, ahol még csak a nyilánzáró cserét végeztük el, de az épület energetikai korszerűsítése nem zárult le ezzel. Úgyhogy ez a folytatás, ezt a tervek szerint 2017-18-ban elvégezzük, és 2019-ben következik a Pongrácz úti rendelőnek a korszerűsítése. A házi orvosi ellátás, a gyermekházi orvosi, valamint a fogorvosi ellátás az önkormányzathoz tartozik, de ezek teljes mértékben privatizáltak, tette hozzá Kovács Róbert. Az önkormányzat úgy támogatja az itt dolgozó vállalkozó házi orvosokat, hogy a rendelőket megépíti a részükre, a számukra, és itt egy csoportba szervezve, egy-egy városrészbe szervezve tudja biztosítani korszerűen az ellátást. Igyekszünk nem csak az épületek rendbehozatalára odafigyelni. Az elmúlt években, az elmúlt három évben például a fogorvosok eszközeit újítottuk meg. Most a gyermekorvosok vannak soron, minden orvos kap egy új fogászati kezelő egységet. Ezek ugye több milliós beruházást jelentenek darabonként. Ezzel is igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy helyben elérhető legyen magas színvonalú a szolgáltatás. Hozzánk csak egy szakorvosi rendelés tartozik, alkalmazunk egy szájsebészt, mert különben
ezen a helyen mostanában lenne az ellátás. A háziorvosi ellátáson túl ugye szólni kell a járóbeteg ellátásról is, ami nagyon-nagyon mostó helyzet. Úgy gyakran kérdezik, hogy a Kőbány önkormányzat miért nem az egészségházat újítja föl. Azért, mert bármi fura, a Kőbány egészségház működtetése, a járóbeteg ellátás, az nem az önkormányzat feladata, az már magasabb szinten szerveződik, a Bajcsi kórházhoz tartozó ellátás, állami feladat ellátással